szocializmus autóipara, mint szókapcsolat a legtöbb emberben talán Dacia-t, Zastavát és Ladát idéz föl, eleve szétesett vagy szétrohadt állapotban egy merkurátoló telepen. A legkevésbé talán két másik szóra gondolnánk a szocializmus autóiparából, arra, hogy exotikum, és arra, hogy V8-as motor. Márpedig ezen a kis kopoltyún át történetesen pont egy V8-as motorhoz megy hátra a levegő, egy 1971-ben gyártott Tátra 603-as V8-as motorjához. Tátra, made in Csehszlovákia, nem Csehország, Csehszlovákia. Igen, kicsit a szép szocialista autó. Számoljunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 darab henger, léghűtés, hátul, farmotorként, ez aztán maga az exotikum, tényleg. Ez itt egy szinte teljes helység padló, az egyik eleme a nagyon gondos aerodinamikai tervezésnek, amivel a Tátránál már a 30-as évek elején elkezdtek foglalkozni, szinte mindenki másnál korábban. Ez pedig már a korszerűbbik a 603 2-es kor, ezért van négy közeülő szeme, és ezért nincs középen az az egy darab kis küklopsz tekintet, ami olyan jellegzetes volt az első generációs Tátra 603-asoknál, ami egy szép nagy, közös, átlátszó burkolat alatt ülő három lámpának volt a csodálatos egysége, megint csak azért, hogy még könnyebben tudjon elszaladni a levegő a szocializmus legeslegszebb formája körül. Ez végre nem az amerikai autó sirályszárnyainak majmolása, hiszen ez egy teljesen önálló dizájntervez, egyszerűen csak azért ilyen, mert szép. És ebben a korszakban még ugye jutott króm mindenhol, nálunk is, a KGST-n belül is bányáztak belőle, úgy látszik éppen eleget. A Tátra olyan hosszú, mint az új 7-es BMW vagy az S-osztályú Mercedes, a tengelytávja pedig akkora, mint az új Opel Omegáé, tehát ez egy hatalmas nagy autó, le is lépem, hamar túl vagyok az elején, mert itt nincsen semmi érdekes, elég sokáig tart az utastérvonala, mert itt már aztán nem érdek hely van, és itt a hátsó tengely vonala mögött kezdődik a tulajdonképpeni motortér. Benne, még egyszer elmondom, mert annyira jó érzés, a léghűtéses V8-assal. Nagyszerű dolog a diktatúra, hogyha kellően magas poszton van az ember benne, mert akkor üldögélhet például Tátrában hátul, és pompás, érdekes kis részletmegoldásokat vadászhat belül. Például az akasztó, amit az egyszerűség kedvéért megnézünk ezen az oldalon, nagyon szép kis darab, vagy a gyönyörű tetőlámpáska, amiből ennyire ízléseset tudtak dizájnolni annak idején, amikor még nem kellett mindent nagyon olcsó bénaformájú műanyagból fölcsönteni. És a csehek részletekre való odafigyelése nem csak, hogy középső könyöklő van, hanem ráadásul, ha az ember lenyitja a könyöklőt, akkor szépen az üreg helyére kitüremkedik belőle egy másik lapocska, kizárólag azért, hogy ne legyen csúnya. Mikor látunk ilyet akár most? Friss, drága luxus autóban. Soha sehol senkinek. Hihetetlen nagy pillanata következik, mert ugyan nagyszerű dolog a Ferrari is, meg az 1935-ös Rolls-Royce, meg Porsche ez is a rossz, de azért egy Tátra mégiscsak egy Tátra. Induljunk el, mert megy a kíváncsiság. Tehát tőlem el és föl. Így van. Igen. Kézifék. Az egy picit elfordítva, és visszaengedve. Igen. Azért, hogy is mondjam, nem szól rosszul, és nem is megyél rosszul. Ezzel az autóval 100 lóerővel, ilyen kellemes légellenállási együttható mellett, bocsánat, 105 lóerővel, 160-as végsebességet lehetne megfutni, ha valaki merne. Én azért ennek, hogy is mondjam, nem szívesen veselkednék neki, de érdekes módon, míg a hasonlóan kényelmes amerikai autókkal nem lehet rendesen egyenesen menni, ezzel lehet, mert a legismeretes csemérnökök megoldották, hogy legyen egyenes futás. Emellett természetesen van egy kis ingolygás is,
teljesen merev az a két lengőtengely, ami hátul a futóműben dolgozik, tehát nincs benne semmilyen csukló. Ennek következtében belugózáskor változik a kerekeknek a szöge az aszfalttal, ez sem tesz volt különösebben az igazi szárkultozásnak, illetve az útfogásnak, de ez az autó sose arról szól. Ehhez képest egyébként hosszú távú radikon nagyon jó eredményeket értek el, némelyeket meg is nyerték. Ez arról szól, hogy nagyon szépen, nagyon kényelmesen lehessen haladni vele, és mindenki tudja, hogy mi vagyunk a legnagyobb királyok a politikai bizottságban. Fékszarvónk van, ugye? Van, igen. Kormányszervó viszont nincs. Viszont ez kompenzálandó, van egy hihetetlen méretű kormánykerék, és nagyon szépen, kényelmesen, egyszerűen jár. És minimális, ilyen ekkorát pöccintek a gázpedálon, és határozottan megindulunk tőle hármasban alacsony fordulatról, mert hát a V8 az V8, pedig ez nem egy nagy motor igazából. Ha már a modernséget elemezzük, nem csak hogy szerkófék, de 4 darab tárcsafék is van, ami ahhoz képest, hogy a szocializmusban az ilyesmivel minden nagyon nem volt divatos, mindenképpen elismerésre méltó. 70-ben haladunk 4-esben, és egy utazó limuzinban utazunk. Nem ilyen hirtelen hepciáskodó szaladós, hanem megfontolt, mint egy nehéz atléta, úgy erős, nem úgy, mint egy rövid távfutó. Gyári adatok szerint 12,5 litert fogyaszt. 20 kilométeren? Nem, 100 kilométeren, 90-es tempónál. Én, amikor voltam vele ilyen hosszabb úton, autópályán egyenletes tempóval, picivel kevesebből is behoztam, mert városban azért 25 fogyasztott. Hát az jó, egy V8-as fogyasztott és 20 litert legalább, különben nem lehet komolyan venni. Nagyszerű váltó, kellemesen lassító fékek, nem 20 félre sem erre, jól megy. Imádom, voltam iglan. Továbbra is csak a folytogató irítséget érzem, meg a nagy-nagy szomorúságot, hogy ezt most majd mindjárt vissza kell adni. Én tulajdonképpen azt hiszem egész életemben Tátrát szerettem volna a legjobban, az összes többi az nulló szerelem. M5-ös BMW-k, Boxsterek, Ferrari-k, műanyagautó, légkültés, farmotor, V8, Tátra. Ide vele!